Vörös Levente, a verseny szervezője és igazgatója a pálya mellől figyelte, hogy minden szabályosan zajlik el. A mai versenyt amatőr strandröplabda párosoknak rendezzük, női, férfi, illetve vegyes kategóriákban. Összesen három ilyet rendezünk a nyáron, egyet már Szekszárdon a szekszárdi családbarát strand és élményfürdőn megtartottunk, illetve majd augusztusban is egyet fogunk. Ez most a Domboriban a saját pályáinkon rendezett verseny. Itt is két pályán játszunk, jó hangulat van, jó meccsek. Egy kicsit most esett az eső, de talán elállt, és most már ki fog sütni a nap, lehet fürdeni a Hold-Dunában, úgyhogy abszolút egy jó napot kínálunk itt mindenkinek, aki ellátogat hozzánk. Levente összegzése közben épp két-két női csapat harcolt a győzelemért a homokban, teljes erőbedobással. Bár vannak, akik visszajárnak, vannak, akik a Vitásport és Szabadidő Egyesület utánpótlásából játszanak az amatőr versenyeken is, illetve az utánpótlás versenyeinken is, úgyhogy elég vegyes a mezőny, fiatalok, kicsit idősebbek, akik szeretik a strandröplabda sportágat, itt megfordulnak. A strandröplabda a teremröplabdának egy alfaja, a röplabdán belül annak egy kis szelete. Több tényező is megkülönbözteti a fedett pályás változattól. Annyi a különbség a terem röplabdához képest, hogy nem 6-6 ellen játszak, hanem 2-2 ellen, illetve a pálya is 9x9 méteres térfél helyett csak 8x8 méteres, így valamennyivel kisebb, a hálómagasság az ugyanaz, férfi és női, viszont ugye a talaj teljesen más, tehát a játék dinamikája azért változik, az ütemeket, ahogy számolják a játékosok, elég eltérő. Úgyhogy főként nyáron játsszák a strandröplabdát, de már Magyarországon is elterjedt, hogy télen, sátorban rendeznek versenyeket, és úgy készülnek, illetve edzenek azok is, akik kifejezetten strandröplabdára szakosodnak. Az egyesületen belül a legtöbben a labdajáték mindkét válfaját űzik. A csoport versenyei mindig vonzzák az érdeklődőket. A hűvös nyári napon Domboriban is közel teltházzal zajlott le az esemény.